Egy tavaly elkészült Hunyadi utcai fejlesztésnek köszönhetően nem állt le a teljes vízszolgáltatás a városban a reggeli csőtörés miatt. Többek között ennek a rendszernek a karbantartására, a csapadékvíz elvezetésre és a közműrendszerek rendbetételére is jelentős összegeket fordít a város. Érdekes helyszíneken barangolhattunk a délután folyamán. Miért jelentősek, miért fontosak ezek a helyszínek Székesfehérvár vízelvezetése szempontjából? Mind a csapadékvízelvezetés, mind a közműhálózat kiemelten fontos egy nagyváros életében, hogy ez mennyire így van, az pont a mai nap bizonyítja, pedig hát nyilván nem terveztük, hogy ez pont így fog történni, hiszen ma reggel az Icsiligetben egy 400-as cső mondta fel a szolgálatot, elég nagy problémákat okozva, amit jó jelzi, hogy igenis azzal is foglalkoznunk kell, ami akár az utak alatt van, akár pedig a városból mondjuk kivezeti a vizet. Víziközművek fejlesztésére és csapadék elvezetésre mindegy 3,4 milliárd forintot költel ezekben az években a város. Ez részben Európai Uniós forrásból valósul meg, ez körülbelül egy olyan 2,3-2,4 milliárd forint, és mindegy kerekítve 1,1 milliárd forintot saját forrásból költ erre a feladatra az önkormányzat. Egyébként a mai nap reggel is jól mutatja, hogy nagy szükség van ezekre a fejlesztésekre, hiszen pont egy előző évben még a Hunyadi utcánál bekövetkezett fejlesztés és eredményezte ma azt, hogy nem állt le a teljes víz szolgáltatási rendszere itt Székesfehérváron, hanem pillanatok alatt a vízszolgáltatást legalábbis helyre lehetett állítani, még hogyha nyilván a műszaki probléma megoldása az hosszabb időt is vesz igénybe. És azt gondolom, hogy a csapadékelvezetésnél is látjuk, hogy ez egy nagyon fontos terület, akár csak a nyári nagy viharokra egy-egy nap vagy pár óra alatt lehulló óriási mennyiségű esőre gondolunk, akkor bizony ezt el kell tudni vezetni a rendszernek. Ehhez folyamatos karbantartásra van szükség, nyilván a társulat együttműködése is szükséges, és folyamatos fejlesztésekre, beruházásokra is. Ezt uniós állami és városi forrásokból, részben az állami szervek, részben pedig az önkormányzat és az önkormányzat cégei végzik ezt a feladatot. 2016-ban a Varga csatorna mederrendezése és Felsőváros vízrendezése valósult meg. Például ezek a beruházások csökkentik a városban a nagy esőzések miatti elöntéseket. A szakemberek rendbetették az Aszalvölgyjárkot, és a Jancsár csatorna átereszeit is kicserélték. Székesfehérvár vízelvezetésének kettő fő ága van, ezeket tekintettük meg ma nap folyamán. Az egyik az a Jancsár csatorna, a másik pedig az Aszalvölgyjárok, aminek a partján most is állunk. Ezek természetes vízfolyások voltak, ezek köré épült a város, ezek mindig is a városi vízelvezetés részei voltak, és ahogy épült ki a város, úgy kellett egyre jobban korlátok közé szorítani, ne öntsön ki, burkoljuk le, épül fölé egy út, stb. Mára úgy gondoljuk, hogy kialakult ez a vízelvezető rendszer, hiszen mindegyik az alsóvárosi réten folyik keresztül, egyik a bal szélén, a másik a jobb szélén. Nagyon sok minden már nem fog rajtuk változni. Amiket az elmúlt időben csináltunk, azok főleg karbantartási munkák, jó karbahelyezések, ugyanis a városi vízelvezető rendszeren a szabad elfolyást biztosítani kell, hogy a városban lezúduló csapadék, ami befolyik a víznyelő rácsokon, bekerül a zárt rendszerbe, ami eltűnik úgymond a felszín alatt, azok itt bukkannak föl, ezeknek szabad utat kell biztosítani, minél könnyebben, minél biztonságosabb módon le tudjuk vezetni őket a befogadóba, a Gaja patakba. Ezeket idén kotortuk, többször kaszáltuk, műtárgyakat építettünk át. Ezek fontosak, a klíma megváltozott, a csapadék egyre koncentráltabban esik le, nem terül el úgy egy évben, mint korábban. Az átmérők a városban adottak, régen nem erre tervezték ezeket a csatornákat, és egy hirtelen esőt csak úgy lehet biztonságosan már levezetni, hogyha nincsen a csatornában a víznek semmi az útjában, tehát jó karban van helyezve mind az zárt, mind a nyílt vízrendszer. Hogyan kell elképzelni ezt a jó karbantartást? A városi csatornahálózaton nagy nyomású mosókkal mossuk a zárt csatornákat. A külterületen pedig iszapolni kell, tehát markológépekkel ki kell szedni a lerakódásokat. Tehát egy víznyelőn, amit bemos az útról, port, kavicsokat, azok itt jelennek meg a nyílt árokba. Azokat kell 5-6 évente illik, ezeket illik kiszedni. Különben feliszapolódik, lassabban tud lefolyni a víz.
És hogyha nem nincsen megfelelően karbantartva ez a hálózat, milyen problémákat okozhat? Hát, hogyha itt a külterületi rendszeren nem tud lefolyni a víz, akkor egyre jobban visszaduzzasztja a vizet. És ez a város alacsony pontjain, a zárt csatornával rendelkező pontjain, a víznyelőkön vissza tud folyni a városba, és elöntéseket okoz lakott területen. Ugye itt a bejárás során több nagy beruházásról is szó esett. Mi az, ami eddig megvalósult, és mi az, ami még hátra van itt a városban? Csapadékvíz elvezetés kapcsán jelenleg is zajlik a felsőváros vízelvezetése. Ott egy 1650 mm átmérőjű, ez igen nagynak tekinthető csapadékcsatornát fektetünk. Ez lassan befejeződik, ehhez kapcsolódik szorosan, erre épül rá, ez lesz a befogadója a Berényi úti csapadékcsatorna hálózatnak. Ott tervény szerint tavasszal adunk munkaterületet, illetve a Koppány út, Tompa Mihály út, Bádogos köz, ott is van egy úgynevezett A40 jelű csatornarendszer, amit már réges-régen megálmodtak a vízmérnökök, ám sosem került megvalósításra, most ennek a kiviteli tervei készülnek. Ott eddig nem volt csapadékelvezető, vagy felújítás van? Volt csapadékvíz elvezetés, viszont olyan kis keresztmetszetekben, amik már nem bírták el az újabb burkolt felületeket. A burkolt felületekre nagyon gyorsan, nagyon könnyen lefolyik a víz, túlterheltek voltak, nem lehetett rákötni. Például az elmúlt időben Attila utcában volt burkolati javítás, burkolati építés, nem lehetett már hova rákötni, szikkasztó árkokat kellett csinálni. Ezt belterületen nem lehet egy idő után, hiszen a víz nem tud hova elszikadni, tehát ezért kellenek nagy átmérőjű csatornák, amik gyorsan levezetik a vizeket. A szennyvízcsatorna hálózatra és az ivóvízvezetékek cseréjére is nagy hangsúlyt fektetnek a szakértők. Jelenleg is zajlanak, illetve idén elég sok helyen dolgoztunk. A Kók László utcában kicseréltük az előregedett szennyvízcsatorna hálózatot. A Távirda utcában jelenleg is dolgozunk, ott nem csak a szennyvízcsatorna, hanem az ivóvíz és a csapadékcsatorna is, tehát egy komplett közmű rekonstrukció zajlik, ezért is volt lezárva augusztusban a Budai út, ott kellett csinálni átkötést, illetve majd a későbbiekben folytatnánk a Károly János utcába is ezt a felújítást, és akkor a Budai csak egyszer kellett így lezárnunk, tehát előkészítettük a következő beruházásra a fázist. Aztán elég sok ivóvíz vezeték megújító rekonstrukciós munkánk is van. A Brassói utca teljes hosszában, ott 1400 méter hosszan cserélünk ivóvíz vezetéket. A Besztercei utca teljes hosszán kicseréljük az ivóvíz vezetéket. Nemrég fejeztük be a kórház előtt a Hunyadi és a Budai út között egy összekötést végeztünk, az a városi főellátóhálózatnak egy új eleme lett, a reggeli csőtörés a Zicsiligetbe elég komoly haváriát okozott, de hogyha ez a Hunyadi úti beruházás nem készül, akkor az egész városban nem lett volna víz. Tehát ez egy fontos lépés volt a városi vízellátás érdekében, még akkor is, ha ez egy viszonylag kicsi beruházásnak számított. Milyen gyakran kell egyébként ezeket a vezetékeket cserélni? Gondolk itt az ivóvízre és a szennyvízelvezető csatornákra. Érdekes módon a minden régebbi egy ivóvízvezeték, illetve egy szennyvízcsatorna, annál jobb az állapota. Tehát ami a háború előtt épült, azok a mai napig megbízhatóbban üzemelnek, mint ami a háború után a 60-as, 70-es években. Talán ez az anyaghasználatra vezethető vissza. A Távirda utcában például 1914-ben üzembe helyezett víziközműveket cserélünk ki, tehát ez több mint 100 évet kibírt. Reméljük, hogy a mostani anyagokkal is tudunk ilyet produkálni. A szennyvíztelepen is nagy beruházásra készülnek. A szennyvíztisztító telepen biogáz hasznosítás megvalósítását tervezzük. Gyakorlatilag a szennyvíziszapból állítanánk elő fermentálással biogázt, és a biogázból pedig villamos energiát. Ez közel 0,8 megawattos kiserőmű létrehozását eredményezni. A kiviteli tervek megvannak, a közbeszerzés folyamatban van, ez egy közel 1,2 milliárdos projekt lenne, ezáltal a Bakony utcai szennyvíztisztító telep közel önellátóvá válna villamos energiafogyasztás kapcsán. És ez egy megújuló zöld energia. Miért fontos ez egyébként? Miért volt fontos belevágni ebbe a nagy beruházásba? A 60-as, 80-as, illetve a 90-es évek végén többször volt korszerűsítve a szennyvíztisztító telep.
minden adottsága megvolt, tehát kiépültek ezek a, azok a műtárgyak kiépültek, ahol elő lehet állítani a biogázt, a biogázt csak hasznosítani kellett. Tehát egy hasznosítás kellett, hogy energiát állítsunk elő a biogázból, ne fák jázzuk el, ne égessük el csak úgy a szabadban, hanem találjunk neki értelmes célt.